kell mondjam, hogy rosszul állunk. Tudjátok, hogy rosszul állunk. Depresszióban sok a munkanélküli. A többi attól fél, hogy az lesz. A dollár jó, ha 5 centet ér. Bankok csődbe mennek. A boltosok puskát tartanak a pult alatt. Hippik garázdálkodnak az utcákon. Már senki sem tudja, mit kéne csinálni, és ez így megy. Tudjuk, hogy a levegő belégzésre, az élelmiszer fogyasztásra alkalmatlan. Ülünk a tévé előtt, és hallgatjuk a bemondót, aki közli, hogy ma 15 gyilkosság és 56 erőszakos bűncselekmény történt. Mintha ez így volna természetes. Tudjuk, hogy minden rossz, a rossznál is rosszabb. Kész őrület, mintha mindenhol mindenki megveszett volna. Ezért inkább ki sem osztulunk. Ülünk a lakásban, egyre kisebb lesz körülöttünk a világ, de mi csak annyit mondunk, nem érdekel, csak legyen meg itt van a nyugalma. Meg a villanykenyért pirítom, a tévém, az acélvetítes radiálom a kocsimra, és egy szót se szólok, csak hagyjalak békén. Hát én nem hagylak ideget békén. Azt akarom, hogy dühösek legyetek. Nem azt, hogy tiltakozzatok, vagy lázadjatok, vagy írjatok a kongresszusnak, mert nem tudnám megmondani, mit írjatok. Azt se tudom, mit lehetne tenni a depresszió, az infláció, az oroszok és a bűnözés ellen. Csak azt tudom, hogy először is jöjjetek tübe, és mondjátok, ember vagyok az Isten itt neki! Nekem fontos az életem! Ti, akik itt ültök, és még 62 millió amerikai azzal foglalkozik, hogy engem hallgat. Mert közületek nem egészen 3% olvas könyveket! Mert közületek alig 15% olvas újságokat! Mert egy igazságot ismertek, ami a képcsőn átjut el hozzátok! Mert él jelenleg egy teljes és egész generáció, ami semmi más nem ismer, csak ami ebből a csőből jön ki! Demokrácia egy haldokló óriás. Egy rossz-rossz, halódó, széteső politikai fogalom, mely immár az utolsó kalapja. Ez a cső szentírás! A végső kinyilatkoztatás! Ez a cső teremt vagy formba dönt államelnököt, pápát, miniszterelnököt! Ez a cső a legfélelmetesebb istenverte hatalom ezen az istentelen világon! Ki tudja, milyen szar terjedt majd igazság címén! Az egész világ humanoiddá válik, embernek látszó, de mégsem emberi lényekkel van tele. Ez mindenütt így van, nem csak nálunk. De mivel a legfejlettebbek vagyunk, itt teljesül be legelőbb. A világ egész népessége tömegben gyártott, beprogramozott, megszámozott állócikkén válik, kikre emberekként nincs szükség, és bármelyik pótolható bármelyikkel. Ezért figyelem! Hallgassatok meg! A televízió nem az igazság! A televízió egy istenverte nagy bursli! A televízió egy cirkusz, karnevál, vándorokravaták trupja, mesemondók, táncosok, énekesek, zsonglőrök, mutatványok, oroszlán szelidítők és válogatott focisták! Egy szóval, unaloműzőipar! Ha igazságot akartok, forduljatok Istenhez! Vagy egy guruhoz! Vagy önmagatokhoz, mert csak is ott fogtok valaha igazságra bukkanni. Tőlünk emberek nem kaphattok igazságot. Azt mondjuk, amit hallani akartok. Azt tudom, mint a fene. Minden hülyeséget elmondunk, amit csak hallani akartok. Ábrázatokkal kereskedünk, amik közül egy sem igaz. De ti emberek mégis itt ültök napról napra, estéről estére, kortól, szintől, hittől függetlenül. Csak minket ismertek. Már kezdtek hinni az ábrázokban, amiket szövünk. Kezditek elhinni, hogy a képcső, a realitás és az élet, amit éltek, irreális. Azt teszitek, amit a cső mond nektek. Úgy öltözködtök, úgy esztek, úgy nevelitek a gyerekeiteket, de még úgy is gondolkoztok, mint a cső. Ez kész tömegőrület, ezelősök vagytok az ég szerelmére. Ti vagytok a valóság, és mi az illúzió? Hát zárjátok el a készülékeket, zárjátok el most rögtön! Már is zárjátok el, és hagyjátok elzárva! Zárjátok el ennek a mondatnak a közepét, amit éppen mondok nektek! Zárjátok el!